Tegnap aláírták a Székely Nemzeti Múzeum felújításáról szóló szerződést a több mint 140 éves intézmény Bartók termében. Mint ismeretes, a múzeum fenntartója, a Kovászna megyei tanács 2017-ben 22 millió lejt nyert a központi regionális ügynökségtől az intézmény infrastruktúrájának felújítására. A megyei önkormányzat már ötször hirdetett közbeszerzést a munkálatok megtervezésére. Most egy háromszéki cég vállalta, hogy 41 hónap alatt megtervezi és elvégzi a felújítási munkálatokat. Az első világháború kitörése előtt elődeink egy év alatt felépítették a Székely Nemzeti Múzeumot, három év alatt minden bizonnyal nekünk is sikerül felújítanunk, hangzott el a Székely Nemzeti Múzeumban tartott sajtótájékoztatón. A közgyűjteményt fenntartó Kovászna megyei önkormányzat már háromszor hirdetett közbeszerzést a munkálatok megtervezésére, de egyetlen alkalommal se volt rá jelentkező. Országszinten ugyanis nagyon kevés tervezőnek van engedélye arra, hogy A-kategóriás műemléképület felújítására készítsen tervet. A megyei tanács ekkor engedélyért folyamodott az ügynökséghez, hogy a közbeszerzés tartalmazza a tervezést és a kivitelezést is. Az ötödik közbeszerzési eljárásra végül marosvásárhelyi szakemberek bevonásával egy sepsiszentgyörgyi cég jelentkezett. A szerződés összértéke több mint 15 millió lej. Ez a munkálat nem csak egy egyszerű munkálat, nem csak egy kivitelezési, nem csak egy építkezési vagy felújítási munkálat, ennek a munkálatnak lelke kell legyen, hiszen ennek az intézménynek is lelke van, mert ez a Székely Nemzeti Múzeum a székelyek nemzeti múzeuma. És úgy, ahogy Kós Károly lelket vitt a terveibe, lelket vittek a kivitelezők ezelőtt több mint 100 évvel, úgy a mostani kivitelezőtől is azt kértük, hogy odafigyeljen és lelket vigyen a felújításában. A Székely Nemzeti Múzeum korszerűsítése során felújítják és modernizálják a Kós Károly tervei alapján 1912-ben épített főépületet, illetve a két egykori múzeum őri lakást, de megújulnak a műhelyek és 1200 négyzetméteres kiállítóteret terveznek. Azt remélik, hogy az évi 30 ezres látogatói szám megduplázódik. Elsősorban megnövelnük a kiállító felületeket, ugyanakkor a három nyelvűségről lehet, hogy négy nyelvűség lesz, úgynevezett látványraktárakat fogunk létesíteni, amelyek nem tudományos igénnyel, de inkább a szemnek a gyönyörködtetés a célja. Ugyanakkor a múzeumnak a parkját, a kertjét is szeretnők a közönség számára hozzáférhetőbbé, lakályosabbá tenni. A következő 5 hónapban elkészítik a tervet és beszerzik a kért dokumentációkat. Jövő tavasszal pedig elkezdődik a 36 hónapig tartó kivitelezés.